Több esetben is riasztották a katasztrófa védelem munkatársait. Hosszú hétvégén gyakran hallhattuk a szirénákat Tolna vármegyében, 5 tűzesethez, valamint 16 alkalommal pedig műszaki mentésekhez vonultak egyébként Tolna vármegye tűzoltói. Ebben voltak szabadtéri tüzek is, több esetben egyébként lakóingatlanokban keletkeztek tüzek. Itt a tető érintette egyébként mindkét alkalommal ez az egy-egy egy tűzeset, jelentős anyagi kárral járt mindkettő, az egyik az Dombóváron a Katona József utcában. A másik eset nagy szokolyon történt, ahol teljes terjedelmében égett egy vályok falazatú lakóház tetőszerkezete. A tűzesethez a Tamási önkormányzati és a Siófoki hivatásos tűzoltók vonultak, akik vízsugarak és kéziszárszámok segítségével oltották el a lángokat. Személyi sérülés nem történt. Hőgyészen a 65-ös számú főúthoz riasztották, még Tamási önkormányzati tűzoltóit, ők feszítővágó segítségével szabadították ki az egyik gépjárműnek az utasát. Egyébként itt két gépjármű kalambolózott. Úgyhogy itt pedig, ami nagyon fontos, hogy mindig az útviszonyon a megfelelően közlekedjünk. Nyilván itt most már számításba kell azt venni, hogy bizony korábban sötétedik, illetve az útfelület is alkotott esetben akár esőzések kapcsolatában nyilván csúszósabbá válhat. A két gépkocsiban összesen hárman utaztak.